éve készíti elő ezt a törvényt. Egyébként a termékdíj kötelezett hulladékokról, ugye akkumulátorok, csomagolás anyagok, újrahasznosításhoz azért annyit tudni kell, hogy PET-palackok, üveg, alu, papír, textil, fém, fa és társított anyagok, egyéb kőolajtermékek, elektronikus berendezések, háztartási, ipari és elektrotechnikai berendezések, gumiabroncs, reklámhordozó papír. Tudom, hogy sokaknak nem jó, hogy átalakítjuk ezt a hulladékgazdálkodást, rontjuk az üzletet, mely az egyik legbiztosabb és legtöbb pénzt hozhat, de hazánk érdekében drasztikusan lépnünk kell. Nem jó nekünk sem, hogy ezt a lépést meg kell tenni, de a hulladékgazdálkodás elvárt szintű teljesítése érdekében ez kényszerpálya. Eddigi problémák. E tárgykörben az elmúlt két ciklusban 19 törvénymódosítás volt. Jelenlegi koordinátorok kontroll nélküli piaci versenyt engedek, nincs a hulladékgazdálkodásnak észszerű gátja. A feladat megoldásától elvonja a forrásokat, és egyes ágazatok, ilyen például az üveg, öblösüveggyártás teljesen eltűnek, más például a gumi kihasználatlan kapacitásokkal működik. Konkrét eddigi teljesítéseket és célokat a bizottság üléseken és a parlamentben már ismertettem, van hova még fejlődni, óriási a lemaradásunk. Saját és az EU-s elvárásokat is teljesítenünk kell. Nem lenne jó, ha Magyarország domborzati rajzát szemétdombok miatt kellene átrajzolni, és azt is megmondtuk még a választási kampány során, hogy nem kívánunk Európa szemétterepévé válni, és nem kívánjuk munkánkkal a külföldiek zsebét sem tömni. Az utak mellett közterületek, erdők és utcák tele vannak hulladékokkal. Ezt meg kell szüntetni. Érvényesíteni kell azt az elvet, hogy fizessen az, aki a hulladékot okozza. Ez a szennyező fizetelv. Az esetleges kilátásba jelent EU bírságokat nem a mostani koordinátorok fizetik ki, hanem esetlegesen az állam. Ezért az irányítást is az állam kezébe kell adni. A bírság esetleges díja 90 millió egyszeri, eurós egyszeri bírság, illetve 85 ezer euró per napi bírság. Amennyiben ezután sincs hathatós intézkedés, nem férünk hozzá az Európai Uniós forrásokhoz. A megoldás, amely a törvénytervet tartalmazza, a környezetvédelmi felelős minisztérium felügyelete alá tartozó 100%-os állami tulajdonban lévő non-profit szervezet, úgynevezett országos hulladékgazdálkodási ügynökség végzi, gyakorolja az állam jogait és teljesíti a kötelezettségeit a termékdíjköteles termékek hulladékainál, de nem hatóság. Az új rendszerrel elvárás, hogy a termékdíjköteles hulladékokkal a gazdálkodás átláthatóan az állam és a társadalom érdekeit szolgálva alakuljon, fejlődjön. Létrehozzuk a termékdíjbizottságot, az ipar és az állam, a miniszter partnerségén alapuló formula, 4-4 fő plusz 1 fő a miniszteri megbízott. Egyéni érdekeket nem lehet az adófizetők pénzében finanszírozni. Néhány gondolat a konkrét törvény hatásáról. Az ÖHÜ megszervezi és felügyeli az iparág működését a miniszter által meghatározott feltételeknek megfelelően. Szervezeti struktúrája egy adminisztratív, egy operatív és egy stratégiai centrumból tevődik össze. Fontos cél, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése, a többször forgalomba hozható termékek adóztatásának eltörlése, kis-kevés hulladék, egyértelmű kevés általány fizetendő. Az előirányzott termékdíjra körültekintően sok szempontot figyelembe véve a matematikai, gazdasági elemző módszerrel kiszámolva előzetesen a minisztérium egyeztetett a gyártókkal, beszállítókkal, vagyis az iparral és a díj nagyságrendjéről egyetértés született. A lakosság tudatformálása szánt pénzügyi forrás a jelenlegi 5%-ról 7%-ra emeljük. Az ez évre terve 21 milliárd bevétel 4 milliárddal kevesebbre teljesült a termékdíjból a koordinátorok tevékenysége során. 2012-ben 49 milliárd forint bevételt tervezünk. Az újrahasznosított termékek arányát 60%-ra felvinni, a feladat végrehajtást az EU államon az is számon kéri, nem a koordinátorokon. Minél magasabb az újrahasznosítás mértéke, annál kevésbé terheljük környezetünket. Nem válik szeméthalommá hazánk, nem keletkeznek a hulladékokból emelt dombságok, hegységek. Külföldön nem támogatjuk sem a kommunális, sem a veszélyes hulladékot behozni. A hulladék nem megfelelő kezeléséből sokan meggazdagodtak, de az anyagi követelmények az állam nyakán maradtak. Képviselő úr, otthon. A TESZED akció egy nap alatt annyi hulladékot lett összeszedve, mint egyébként egy hónap alatt. Amennyiben elfogadásra kerül ez a törvény,
Míg megítélésünk szerint kb. 2-3 ezer új munka is létrejöhet az alacsonyan képzett, hátrányos helyzetű lakosság részére. Az elmondottak miatt kérem a tisztelt képviselőtársaimat, támogassák a törvénytervezet elfogadását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr, mivel még nagyon sok szavazás vár a mai napon ránk, én arra kérek minden képviselőtársamat, hogy próbálják a vérmérsékletüket egy kicsit visszavenni, hogy inkább a munkánkra tudjunk koncentrálni. Tisztelt Országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Felkérem Göndör István jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatal során nem döntünk az ajánlás második, 12. és 22. pontjairól, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Ugyancsak nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást az ajánlás 14., 17., 18., 21. és 25. pontjában szereplő indítvány sem, de ezekről az LMP szavazást kért. Az előterjesztő arról tájékoztatott, hogy az ajánlás 1-3 pontjait, a 4-től 11-ig terjedő pontjait, a 13. pontját, a 15. és 16. pontjait, 19 és 20. pontjait, a 23 és 24. pontjait, valamint az Alkotmányi Bizottság nyelvfejességi indítványait, a 28, 56, 62 és 68-as pontok kivételével támogatja. A nyelvfejességi javaslatok az ajánlás második részében a 26-tól a 83-ig terjedő pontokban található. Képviselőtársaim, kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat a jegyző úr által ismertetettek szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 284 igen, 55 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, az LMP kérésének megfelelően még további módosító javaslatokról is döntenünk kell. A 14. pontban Szilágyi László 22. szakaszt új bekezdéssel egészíti ki. Ebben közbeszerzési tervkészítés kötelezettségét írja elő és határidőt módosít. A javaslat összefügg a 24. ponttal, így ezekről együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 107 igen, 235 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. A 17. pontban Szilágyi László a 37. szakasz második bekezdését módosítja. Azzal, hogy a kincstárnak a várható bevételeket meg kell előlegezni az ügynökség számára. A javaslat összefügg a 18. ponttal, így ezekről együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen, 247 nem és 44 tartózkodó szavazattal elutasította. A 25. pontban Szilágyi László a harmadik mellékletben a megfizetendő kezelési költség képletét terjeszti elő. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 15 igen, 285 nem és 41 tartózkodó szavazattal elutasította. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, most a zárószavazás következik. A határozathozat előtt megkérdezem a kormány álláspontját, kívánja-e valaki ismertetni? Nem. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3387-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 283 igen, 60 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 288 igen, 53 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.
Most soron következik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozata. Kósa Lajos, Kocsis Máté, Fideszes és Habis László kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát Téper 3495-ös számon, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság ajánlását pedig Téper 3495-21-es számon kapták készet képviselőtársai. Most megadom a szót Kocsis Máté képviselő úrnak, aki az előterjesztők nevében válaszolni kíván a vitában elhangzottakat. Akkor Kósa Lajosnak adom meg, az én forgatókönyv szerint még Kocsis úr szerepel. Parancsoljon, Kósa képviselő úr! Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Az általunk benyújtott módosítás az nem a végleges az önkormányzatok adósságrendezésével kapcsolatban. Ősszel az önkormányzati rendszer újragondolásával az adósságrendezési eljáráshoz is alaposabban hozzá kell nyúlni. A mostani módosítás arra való, hogy a korábbi törvény nyilvánvaló hiányosságait, szabályozásbeli problémáit kezeljük addig is, mert az életnek menni kell tovább, és látjuk, hogy a megindult adósságrendezési eljárások milyen olyan problémát vetnek fel, amelyre nekünk reagálni kell. Köszönöm szépen a képviselők építő javaslatait, hozzászólásait a vitában elhangzottakkal kapcsolatban, és kérem támogatásukat a szavazáskor. Köszönöm a tisztelőt. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás harmadik pontját támogatják. Bejelentem, hogy a bizottsági ajánlásban mind a bizottsági, mind az előterjesztői állásfoglalás tévesen szerepel. A javaslatot az önkormányzati bizottság és az előterjesztők képviselője is támogatta. Ennek elfogadása kizárja a 4. és 5. pontokban szereplő indítványokat. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzonak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 248, igen, 81, nem is 13 tartózkodó szavazattal elfogadta. Arra figyelemmel, hogy a további javaslatok az ajánlás 10. és 14. pontjának kivételével megkapták a szükséges bizottsági támogatást, ezekről döntenünk kell. Az első pontban Hegedűs Lóránt, az első szakaszban az adósságrendezési törvény második paragrafus E pont, E, B alpontjában az adósságrendezésben nem vonható vagyon egyik elemét módosítja. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 92 igen, 250 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A második pontban ugyancsak Hegedűs Lóránt az első szakaszban az adósságrendezés törvény második szakasz H pontjában a reorganizációs hitel fogalmát változtatja meg, a bizottság nem támogatja, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 96 igen, 243 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A hatodik pontban Hegedűs Lóránt a harmadik szakaszban a törvény 5. szakasz 4. bekezdésének elhagyását javasolja, amely polgármesterre vonatkozó szankciót tartalmazza. A javaslat összefügg az ajánlás 20., 22. és 23. pontjaival, így ezekről együtt döntünk. A javaslatsor elfogadása kizárja a 21. pontban szereplő indítványt. A bizottság nem támogatja, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 92 igen, 249 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 21. pontjában Szilágyi Péter indítványára szavazzunk. Arra figyelemben, hogy ez az önkormányzati törvény módosítását kezdeményezi, elfogadásához a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szüksége. A bizottság nem támogatja, kérem szavazzanak a jelenlévő kétharmadával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 97 igen, 246 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 7. pontban Szilágyi Péter a 4. szakaszban a törvény 8. szakasz C-pontjának elhagyását javasolja, amely a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításának egyik okát tartalmaz. A javaslat elfogadása kizárja a 8. pontot, a bizottság nem támogatja, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot
100 igent, 243 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most a 8. pontról döntünk, amelyet Hegedűs Lórántné terjesztett elő, a bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 96 igen, 247 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 9. pontban Hegedűs Lórántné a 6. szakaszban a törvény 14. szakasz második bekezdés G-pontjában szereplő pénzügyi gondnoki feladatot módosítja. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 96 igen, 248 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 11. pontban Szilágyi Péter a 9. szakaszban a törvény új 20 per nagy A szakasz elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés szerint az egyességi javaslatot a programtervezetét a miniszternek kell megküldeni, aki 15 napon belül dönt a támogatás odaítéléséről. A javaslat odafügg a 13. ponttal, így ezekről együtt döntünk. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 97 igen, 248 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 12. pontban Hegedűs Lórántné a 10. szakaszban a törvény 21. szakasz módosítását javasolja azzal, hogy a reorganizációs programról és az egyességi javaslatról a képviselőtestület minősített többséggel és név szerint szavazzon. A bizottság nem tagol, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 99, igen, 245 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 15. pontban Hegedűs Lórántné, valamint Szilágyi Péter a 17. szakaszban a törvény új 34 per nagy B szakasz elhagyását javasolják, amely mellőzhetővé teszi a költségvetési szervek átalakítására vonatkozó döntés kihirdetésére előírt határidő. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 94 igen, 248 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 16. pontban Hegedűs Lórántné, valamint Szilágyi Péter a 18. szakaszban a törvény új 34 per nagy C szakasz elhagyását javasolják, amely az intézményi fenntartói döntések meghozatalára vonatkozó időkorlátok alkalmazásának kizárását tartalmazza. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 96 igen, 248 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 18. pontban Szilágyi Péter a 21. szakaszban a törvény 37. szakasz első bekezdés elhagyását javasolja, amely jelen törvény rendelkezésének alkalmazása további feltételekhez köti. A javaslat összefügg a 19. ponttal, így ezekről együtt döntünk. Ezek elfogadásra kizárja a 17. pontot. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 96 igen, 246 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most a 17. pontról határozunk, amelyet Hegedűs Lórántné terjesztett elő, a bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 96 igen, 245 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Tisztelt képviselőtársaim, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67 per 2007 6. 28 OG határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatal és az elfogadott ház szabálytól való eltérésnek megfelelően a zárószavazás. Ékes József, Laszlovica Jenő és Kovács Zoltán fideszes képviselőtársaink önálló indítványát HPR 3133-as számon az önkormányzati és
Területfejlesztési Bizottság ajánlását pedig HPR 3133/4-es számon kapták készet. Az előterjesztési zárszóval elhangzott most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás negyedik pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de erről a Jobbik szavazást kért. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás első, második és harmadik pontjait támogatják. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 341 igen, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A Jobbik frakció kérésére még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás negyedik pontjában Kis Sándor és Gyenek Géza határozati javaslat harmadik pontjában a katasztrófa sújtotta térségek meghatározását új szemponttal egészíti ki. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 40 igen, 300 nem, egy tartózkodó szavazat elutasította. Az ülés kezdetén elfogadott házszabálytól való eltérésnek megfelelően most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok, kérdezem Önöket, elfogadják-e a HPR 3133-as számú határozati javaslatot a benyújtott indítvány imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a határozati javaslatot 336 igen, 2 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a Nándorfehérvári Diadal emléknapjának megünnepléséről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Lezsák Sándor, Nagy Gábor, Tamás, Kőszegi Zoltán, Fideszes, Simicskó István, kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát HPR 3040-es számon, a Kulturális és Sajtóbizottság ajánlását pedig HPR 3040/6-os számon kapták készet. Az előterjesztési zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első, harmadik és negyedik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről a Jobbik szavazást kért. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjeszték az ajánlás második pontját támogatják. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 328 igen, 12 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A Jobbik frakció kérésére további indítványokról is döntenünk kell. Az első pontban Farkas Gergely és Szabó Gábor, a második pont módosításával azt kezdeményezik, hogy a magyar média is emlékezze meg az évfordulóról. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen, 292 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. A harmadik pontban Farkas Gergely, Szabó Gábor a második pont módosításával a megemlékezés célját egészíti ki. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot 34 igen, 298 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. A negyedik pontban Farkas Gergely és Szabó Gábor a határozati javaslatot új ponttal egészíti ki, amelyben további kormányfeladatot terjesztenek elő. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen, 256 nem és 44 tartózkodó szavazat elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik az Országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010 6. hó 16 számú OUG határozat módosításáról szóló Országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozata és lehetőség szerint a zárószavazás. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság önálló indítványát HPR 3523-as számon, az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság ajánlását pedig HPR 3523/4-es számon kapták készet. Megadom a szót Salamon László képviselő úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő társaim! A
választási albizottság mandátumának meghosszabbítására az albizottságban is és az alkotmányügyi bizottságban is egyhangú egyetértés jött létre. Itt az országgyűlésben merült fel néhány vitakérdés jobbikos képviselőtársaink részéről, és jelentek meg módosító javaslatok. Részben arra irányultak, hogy a bizottság albizottság helyét egy eseti bizottság váltsa fel. Megjelent egy olyan módosító javaslat, amely gyakorlatilag ki akarta alakítani azokat a szabályokat, melynek az egyeztetésével és kialakításával az albizottság kapott eredetileg megbízatást, és végezetül az egyik javaslat pedig december 31-ig javasolta kitolni a bizottság vagy albizottság megbízatásának időtartamát. Egyik javaslat sem olyan, amelyet az Alkotmánygyügyi Bizottság támogathatna, mind az albizottság helyébe eseti bizottság felállítására irányuló javaslat, mind a határidő kitolására irányuló javaslat eltolja, késlelteti a választójogi szabályok kialakítását, az pedig nyilvánvalóan szemben áll az egész albizottság létrehozására irányuló egész koncepciónak, teljes elképzelésnek, hogy az országgyűlés gyakorlatilag átvéve az albizottság feladatát érdemi döntéseket alakítson ki a választójogi kérdésekről. Mindezekre tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság nevében azt kérem, hogy az országgyűlés a módosító javaslatokat nem támogatva az eredeti javaslatot fogadja el. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces ügyrendben Novák előtt képviselő úr jelentkezett. Köszönöm a szót. Egyrészt jelezni szeretném, ahogy közben is bekiabálásommal jeleztem, hogy nem hallom, ezért kérem elnök urat, ha közben esetleg nem tudott intézkedni, akkor a jegyzőkönyvet a részemre kézbesíteni is szíveskedje, mert nem szeretnék rá egy hetet várni, mire a hiteles jegyzőkönyv megjelenik. De egyúttal egy másik működési problémára is szeretném felhívni a figyelmet. Mi jobbikosok nem szavaztuk meg ezt a 3 napos emberi mércével nézve teljesíthetetlen napirendet, hiszen megint hajnalokba fog nyúlni. Itt jegyzem meg, múlt hét hétfőn összesen 7 képviselő maradt jelen az ülésteremben, mind a 7 jobbikos volt, beleértve a levezető elnököt is. No, de ha már önök megszavazták, elnök úr, kérem segítségét, hogy legyenek szívesek a... Képviselőtárs, hát a képviselőtárs, saját hallgomat sem hallom. Hát... Hagy mondja el a képviselő úr a véleményét, kérem hallgassák meg. Hogy? Elnök úr, legyen szíves felhangosítatni a mikrofonomat, hogy legalább a saját hangomat halljam. Képviselő úr, tudomásom szerint mindenkinek a fakjában van egy fülhallgató, azon keresztül, ha minden igaz, egész jól lehet hallani. Nem értem. Hogy? Legyen szíves megismételni, elnök úr. Legyen szíves megismételni, mert nem hallottam. Én megértem, hogy a TV közvetítéseken ez hallatszik, de itt az ülésteremben nincs kihangosítva megfelelően. Képviselő úr, amennyiben önnek ilyen problémája van, hogy nem hallja időnként, minden további nélkül kérheti, hogy az a fülhallgató állandóan be legyen kötve, és akkor állandóan lehet hallani. Nagyon sokszor valóban így van, hogy nem lehet főleg a hátullévőknek hallani a szöveget, de azt föl lehet tenni. Köszönöm szépen, bár nagyon örülnék, hogyha egy kis csönddel is megtisztelnék a tisztelt házat. Egyúttal egy másik kérésem is van. Szeretném, hogyha a hivatali laptopomhoz, mivel a papíralapú ügyvitel megszűnt, elektronikus ügyfélszolgálatban, szeretném, hogyha áramot biztosítanának. Ugye itt egy hivatali szemhunyással szemet hunynak a fölött, hogy 10 méteres hosszabbítókkal jönnek be az ülésterembe. Képviselő úr, ügyrendi javaslat az 1 percben az ügyrend megfogalmazását és 1 percben annak indoklását tartalmazza. Csak azt képviselő úr, ezen már régen túl vagyunk. Akkumulátort a jövőben sem tud... Én köszönöm szépen, képviselő úr. Vettem, amit mond, úgyhogy... Nem hallok semmit. Én arra kérem meg képviselőtársaimat, hogy egy-egy felszólalásnál legyenek szívesen, csöndesebben reagálni, hogy a képviselő úr is jól hallhassa mindazt, amit az előterjesztő vagy éppen felszólaló mondani akar.
Elnök úr, szeretnék egy akkumulátort kérni a hivatali laptopomhoz. Képviselő úr, ez nem az, nem az elnök feladata, ez a teremszolgálat. Ha ezt nem biztosítják... Tisztelt képviselőtársaim, most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő egyetlen benyújtott módosító javaslatot sem támogat, de bizottsági állásfoglalásra, illetve frakció kérésére figyelemmel ezekről döntenünk kell. Az első pontban Balczó Zoltán és mások az első pont módosításával eseti bizottság létrehozását kezdeményezik. A